Folytattam ezt a hosszúra nyúló előadás sorozatot a bibliai világképről. Gyakorlatilag az utolsó szekció indulna most el, és ez a szellemvilág lényeiről, szellemi lényekről szólna. Hát kérem, ez egy olyan téma, amiből az embernek a tudása nagyon-nagyon hézagos. Ugye mi keresztények vagyunk többnyire, ezért a Bibliából származtatjuk az ismereteinket, és ez a világ azonban, a bibliai világ, ami a szellemvilágról szól, ez egy kicsikét kinyílik az ószövetségi szentírás időszakában. Ez alatt azt értem, hogy az ószövetségi szentírás nyomokban nagyon sok rokon elemet talál, nagyon sok rokon elemet tartalmaz, mezopotámiai írásokkal, mezopotámiai irodalmakkal, és hát ennek többféle oka lehet, mindenféle kulturális oka lehet, meg az is lehet oka, hogy Isten nem a zsidóságot tisztelte meg egyedül az ő saját kijelentéseivel, hanem környező népek, sőt a Kánaánba behívott népek között már a zsidók előtt voltak olyanok, akik bizonyos ismeretekkel bírtak a szellemvilágról. Hát az ember is ebből a szellemvilágból származik, hiszen ha megnézzük a teremtésnek a könyvét, akkor ugye a Biblia azt tanítja az emberről, hogy Isten megformálta a testét a földből, a földnek a porából, és lehellett az orrlyukaiba, vagy az orraiba életnek szellemét, így lett az ember élő lélekké. Tehát az ember is egyfajta isteni lény, ha tetszik így mondani, idegen lény itt ezen a bolygón. És nagyon-nagyon kevés az az ismeret, nagyon kevés az a tudás, amiből így össze tudjuk legózni a szellemvilágnak a tartalmát, hogy milyen lények vannak és hogyan. Tudnélik, nagyon hamar az ember kikerül ebből a világból, kikerül ebből a helyzetből, és nagyon hamar megszakad a kapcsolata Istennel is elég erőteljesen. Hát most azóta eltelnek évezredek, ugye? És az embernek az utolsó nagy kijelentése, amit az ember kap Istentől, az is már 2000 éves. Jézus Krisztus idejéből származik, és az a tudás mennyiség, ami Jézusnak a fejében, illetve Jézus követőinek a fejében volt akkor, amikor megszülettek azok az utolsó írások, amiket mi keresztények bibliai kánonnak elfogadunk, az az ismeret is nagyon meghomályosodott. Tudni, a Biblia nagyon sokan, tehát meg kell értenünk valamit, a Biblia az egy olyan könyv, amit a kortársaknak írtak. És a legutolsó könyvei is a 90-es években íródtak, 90 körül. Tehát gyakorlatilag ténylegesen közel 2000 éve. És nem 2000 év múlva élő emberek számára születnek ezek az írások. Vannak benne részletek, amelyek igen, amikről beszél a Biblia, hogy az utolsó időben értik meg ezeket a dolgokat, stb. De ez nagyon-nagyon kevés. És mivel kortársaknak íródik, ezért a kortársak fejével lehet jól megérteni. Na most természetesen ezt mi elfelejtettük, meg voltunk olyanok, hogy hála Istennek, Isten megőrizte az ő írásait, a Bibliát megőrizte számunkra, és viszonylag érintetlen módon ezt a 3000 éves irodalmat, a 3500 éves irodalmat a kezünkben tarthatjuk. De azokat az írások, azokat az irodalmakat, és azokat az ismereteket, amik azoknak az embereknek a fejében voltak, akik kortársak voltak, amikor ezeket olvashatták, azokat viszont nem őrizte meg az emberiség ennyire jól, és tulajdonképpen Qumrán felleléséig ebből nagyon sok elveszett, és semmit nem tudunk róla egészen Qumránig. És hát kérem, a qumráni tekercsek fellelése óta a mai napig folyik a qumráni irodalomnak a feldolgozása és kutatása. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy
Egy olyan időszakot élünk át, hogy egy időkapszulát, egy 2200 éves időkapszulát most kezdünk el olvasgatni, és találunk benne olyan forrásokat, olyan irodalmakat, amelyek segítenek megérteni azt, hogy mit is értett az az ember a Bibliából, aki kortársként olvasta. És amiről spekulálnak a Biblia tudósok az elmúlt 2000 évben, hogy mit jelenthet ez. De az ő problémájuk az, hogy ugye a harmadik századtól kezdődően, meg aztán a középkor után már gyakorlatilag ezek az irodalmak tökéletesen megkoptak, és elkezdték az emberek a saját kultúrájuk fényében értelmezni a Bibliát. De értenünk kell, hogy az újszövetségi szentírás az nem a katolikus egyház kortársaként keletkezett. Tehát nem volt sehol a katolikus egyház, amikor keletkezett az újszövetségi szentírás. Az újszövetségi szentírás az nem a protestáns gondolkodásból született, mert az még kevésbé volt, amikor ez született. És az a gondolkodás, ami akkor volt, az szinte teljesen eltörlődött azóta. És ezt is vissza kell állítani, és értelmezgetni kell magunknak. Most hálát adhatunk Istennek, hogy vannak kutatóink, akik ezzel foglalkoznak, és hálát adhatunk Istennek, hogy ugye nem sok minden van új a nap alatt, tehát egy csomó dolgot azért világosan lehet látni és érteni. Ettől függetlenül. De nagyon sok mindent meg kell kutatni, hogy is van. Tehát a Biblia fordításoknak, a teológiai értelmezéseknek a borzalmas nagy problémája az, hogyha van egy kifejezés, például görögül, vagy akár héberül, ami egyetlen egy helyen fordul elő a Szentírásban. Van ilyen, nem egy. Kérem, például Qumránnak a felfedezéséig nagyon sokan azt mondták, hogy a Biblia egy hamis nyelven íródott, egy hamis nyelvezettel íródott, mert ilyen görög nyelvezettel semmi más nem íródott. Ez a Koin Greek, vagy Koin görög. És amikor felfedezték Qumránot, egy csomó irodalmat találtak ugyanezen a nyelvezeten. A rassamrai, vagy más néven ugariti írásoknak a megfeltalálásáig egy csomó héber, hebraizmus nem értettek a Bibliában, a héber részében, mert egyszerűen nem volt máshol olyan frázis. És amikor ugye az ugariti leletek előkerültek, akkor kiderült, hogy van egy olyan nyelv, ami iszonyú közel áll a héberhez, gyakorlatilag szinte sok esetben csak a kiejtésében más, és ott találtak szókapcsolatokat és egyebeket, amiről lehet tudni, hogy ja, aha, akkor ezt így értették. Tehát azért mondom, hogy ez egy 20. századi dolog, hogy ilyen mélységeikben láthatunk dolgokat. És hát azok a tárgyak, amiről most szó van, azok pont ebbe a kategóriába esnek sajnos. Szellemvilág képviselői, angyalok, démonok, istenfiak, istenek, amik a Bibliában szerepelnek, és hát ezeken próbálok én végig menni. Na most a Biblia, erről tudni kell, hogy a Biblia az nem egy olyan mű, amit azért írtak, hogy ezeket a szellemvilágnak a részleteit, szellemvilágnak a lényeit szisztematikusan bemutassák. Oké? Tehát gyakorlatilag olyan az egész, mint egy szétgurult puzzle játék, aminek nincs is meg minden darabja, és egy olyan képet próbálunk belőle összeállítani, a részleteiből megérteni, amit sosem szándékozott az író összeállítani. Mindjárt mondom, mit értünk alatta. A Biblia egy olyan könyv, ami arra próbálja rávenni az embereket, hogy hogyan kell helyesen Istennel járni. Hogyan kell helyesen Istent imádni. És ennek a rendszernek a mellékvágányaként néhol megjelennek szeráfok, néhol megjelennek kérubok, néhol megjelennek angyalok, néhol megjelennek főangyalok, néhol megjelennek mindenféle lények, amikről nem ad a Biblia leírás, hogy ez pontosan mi, meg hogy, meg miért, mert ezek mellékszereplők a célhoz képest, tudnilik, hogy Izrael népét, vagy a keresztényeket helyes Isten tiszteletre indítsák, vagy helyes Isten tiszteletben tartsák.
És azok az emberek, akik találkoznak egy-egy angyallal, vagy esetleg találkoznak Istent hordozó trónőrökkel, gyakorlatilag azoknak nem az a lényeg, hogy megértsék azt, hogy most ki jött el hozzájuk, hogy mi ez az egész, hanem azok kaptak egy üzenetet, amit tovább kellett adni, és amit meg kellett őrizni. Ez volt a cél. Tehát mi töredékekből rakosgatunk össze valamit, és nagyon sokszor kell arra a mondatra szorítkoznunk, hogy nem értjük, nem értjük, nem értjük, nem értjük. Azért nem értjük, mert nincs kijelentve minden róla. Nyilván Isten tudja, hogy nincs kijelentve minden róla, de a kijelentett igazságok a mieink. Ugye van egy ilyen ige, hogy a titkok az úréi, a kijelentett igazságok a mieink, és a mi gyermekeinké. És hát most ezeknek a kijelentett igazságoknak az ösvényén próbálunk járni. Elképesztő mennyiségű ige van a Bibliában angyalok megjelenésével kapcsolatban, angyalokkal kapcsolatban, különféle szellemi lényekkel kapcsolatban, és amiket ugye végig lehetne venni, és itt ülhetnénk egész évbe, hogyha ezt mind végig akarnánk nézni, őszintén szólva. Tehát így minden 12 alkalmat ebből nyugodtan lehetne csinálni. Nyilván nem fogunk, tehát lényeges dolgokat szedünk elő. Ez egyik igazság. A másik igazság, hogy elképesztő mennyiségű tévhit, körülbelül ugyanennyi mennyiségű tévhit van angyalokról, meg egyebekről, amiket megpróbálunk hát eltüntetni. Mielőtt belemásznánk, nézzünk meg egy-két igét, ami az új szövetségi szentírásban azoknak az embereknek a tollából származik, akik két dolog okán sokkal többet tudtak ezek a lényekről, mint mi. Az egyik ok az volt, hogy olyan ismeretek és irodalmak voltak a fejükben, amiket mi már nem ismerünk, és nem igazából tudunk. Ezek a, és sok olyan utalás van a Bibliában, kérem szépen, ha tetszik, ha nem, ami olyan ókori irodalmakra utal, és olyan ókori ismeretekre utal, amiket ma már nem ismerünk jószerivel, vagy csak nagyon-nagyon szűk kör ismeri. Ez van. Tehát majd bele fogunk ilyenekbe futni. Például, mire beszélek, mire gondolok? Nemrégen volt egy sorozat a János levélről, és a János levélben erről jöttek problémák. Például, hogy János bizonyos dolgok alatt mit érthet. És hát annak az ismerete nélkül, hogy a gnosztikusok akkor ott mit tanítottak, annak az ismerete nélkül nem értjük, hogy mire utal János. Mert János egyfajta polémiát ír a gnosztikusokkal szemben. Tehát magyarán ilyen harcos kitörést, tehát ami az ő tanaik ellen van, az ellen szólal fel. De ha nem tudom, mi ellen szólal fel, akkor nem értem, mit mond. Aztán az ókori hitvilág ellen szólal fel, hogy Jézus jött nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És akkor ugye ott megnéztünk bizonyos dolgokat, hogy hát igen, nem értjük ezt a dolgot egészen addig, amíg nem tudjuk, hogy a korai ókori ember azt hiszi, hogy az isteni lényeknek az ereiben egy folyadék, egy ilyen vízszerű folyadék van, és nincs vérük. János pedig azt magyarázza, hogy Jézus teljességgel ember lett, tehát volt neki, mert az evangéliumnak a központi gondolata az, hogy a vérét ontja a keresztényekért. És egy csomó-csomó dolog, kedvencem a hölgyek, hogy miért akarják be a fejüket, és vagy egyik szavával Pál apostol azt mondja, hogy nem szabad fedetlen fővel imádkozni, másik szavával azt mondja, hogy fátyol gyanánt adatott neki a hosszú haj, de mégis azt kér, hogy fedje el, akkor ezt nem lehet érteni, hogy miért. Ennek is megvan az ókori ismerete, illetve az ókori hitvilág, ami akkor volt ott körbe, és az emberek majdnem nem értik, hogy akkor most kell fejkendőt hordani, bizonyos gyülekezetek fejkendőt hordanak a nők, mert komolyan veszik Pál apostolt. Jól is teszik, nincs azzal semmi baj, ha van a fejükön fejkendő, ezzel nem ártanak senkinek, de ha tudnák, hogy ezt Pál miért írja, akkor valószínűleg engem megköveznének. Nem is mondom el sem merem mondani. Tehát ilyenekre gondolok. Aztán ott van a Genezis 6, amikor beszél a Biblia arról, hogy bizonyos isteni lények lejöttek, és embereknek nemzettek gyermekeket, akikből óriások lettek, stb. Ez akkoriban egy köztudott ismeret volt. Az ókori irodalom ezzel tele van, full tele van. Ékírásos táblák tonnái vannak ezzel tele. A Biblia miért csak ennyit beszél róla? Mert a Biblia nem kíván mást írni, mint azt, hogy gyerekek, ez nem jó, hogy ez történt.
Az egész ókori irodalmat, mezopotámiai irodalmat, babiloniai irodalmat, ugariti irodalmat, terem, elolvasod, mindegyik, ez babiloni leginkább, mindegyik éjenzi, hogy jaj, de jó, hát mi Babilon, azért vagyunk ilyen nagyok, azért ilyen fantasztikus a civilizációnk, azért ilyen nagy a tudományunk, mert jöttek ezek a lények, úgy hívták őket, hogy apkalu, és őtőlük tanultuk ezt a dolgot. És amikor a Genezis 6 felhördül erre, akkor tulajdonképpen csak azt mondja, hogy ez istentelenség volt, ez rossz, ez nem jó, ez az emberiségnek a katasztrófája. És nagyon sokáig nem igazából nincs róla megértésünk bővebben, amíg ki nem ássák az Énok könyvét, és el nem olvassuk azt az elképesztő információ mennyiséget, amit ez hozzátesz. És akkor már értjük, hogy Péter mit ír, amikor ír, Júdás mit ír, amikor ír, és értjük, hogy Mózes miért írta azt, amit írt a Genezis 6-ban. Ezek csak ilyen egyszerű példák. Na hát, de most akkor menjünk bele Róma levélbe, jó? A kereszténység szempontjából legfontosabb útba igazítással kezdem. Róma 8:38-39. Az ige, amire kíváncsiak vagyunk. És szeretném felolvasni a 31-estől, tehát Róma 8:31-től, mert ez gyönyörűséges írások ezek. Mit mondjunk azért ezekre, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Mindenkinek van egy közbenjárója, Jézus Krisztus. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert meg vagyok győződve, itt jön a 38-as vers, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ezt mindenképpen szerettem volna felolvasni. Azért tudnilik, mert ebben a tanításban sok olyan lényről lesz szó, amik nem túl pozitív lények, tehát gonoszok. És ha ennek az igének a párját mindjárt megnézzük, az Efezus levél 6. fejezetében egy pillanatra oda szaladok, akkor mindjárt érteni fogja mindenki, hogy miért beszélek én erről. Tehát Efezus 6. fejezet 12-es igevers, Efezus 6:12. Azt mondja Pál apostol, rólunk keresztényekről, hogy mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, akik a magasságban vannak. Két okból olvastam fel ezt a másik igét is. Először is, hogy lássuk, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói, akkor nem emberekről beszél. Tehát nem arról beszél, hogy különféle minisztériumoknak, vagy különféle királyi helytartóságoknak különféle szintjeiről beszélünk, hanem azt mondja, hogy ezek, akiket ő ezzel a fogalommal illet, ezek gonoszság szellemei a magasságban. Oké? Tehát az előző igevers, amikor azt olvastuk, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok nem tudnak elválasztani Krisztus szerelmétől, akkor arról beszéltem, hogy ezek a szellemi lények nem tudnak Krisztustól minket elválasztani. Oké? Ugyanaz a Pál írja a Róma levelet, mint a Pál írja az Efezus levelet, és az ő terminológiájában ezek szellemi lények. Tehát itt ütközünk vele azonnal a Bibliában egy olyan képbe, hogy szellemi lények vannak a világban, és az embereknek a dolgaiba beavatkoznak. Tudnék, azt mondja ez a bizonyos Efezus 6:12, hogy nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Ez két dolgot mond. Tehát az egyik az, hogyha bármilyen emberrel neked bármilyen problémád volna, akkor tulajdonképpen nem az emberrel van problémád, hanem egy szellemi lényel, aki mögötte áll, és valamilyen módon irányítja azt az ember. Ez az egyik,
A másik meg az, hogy van vele problémád. Mert azt mondja Pál apostol, hogy van tusakodásunk. Tehát a tusakodás az egyfajta ilyen birkózást képzelünk el. Ez a szó még a görögben is, és a magyarban is, a halál tusában is benne van. Tehát ez egy egészen elképesztő küzdelem tud lenni. És Pál apostol leírja egyébként, hogy ennek a tusakodásnak mi a fő módszere, az imádság. Ugye a 18-asban lehet látni, hogy minden imádsággal és közbenjárással, imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanebben a dologban virrasztván, minden álhatatossággal és közbenjárással minden szentekért. Tehát az Istenhez szóló álhatatos imádság az egy erős része ennek a bizonyos tusakodásnak, amivel mi szellemi hatalmasságok ellen tudunk menni. És nem test és vér ellen tudunk menni. De hálát adunk Istennek azért, hogy azt mondja a Róma levélben, hogy Isten szerelmétől ezek minket nem tudnak elválasztani. Ugye a 39-es vers abban a Róma 8-ban azt írja, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmilyen más teremtmény nem szakaszthat el minket Istennek szerelmétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Tehát akár mekkora tusakodásod van is neked itt ezen a földön, akár mekkora bajod is van neked ezen a földön, Isten szerelmétől téged nem lehet elszakítani. Ezt azért mondtam el még egyszer, mert hát látnunk kell, hogyha most visszamegyünk az Efezus levélbe, és az Efezus levélnek a második fejezetébe, akkor azt látjuk, hogy bizony, egyértelmű kijelentést látunk a világban azzal kapcsolatban, hogy ezek a szellemi lények irányítják a világot. Ez egy nagyon kellemetlen tény, vagy nagyon, nagyon kellemetlen helyzet, de mit ír az Efezus 2? Tehát Efezus 2:2-3. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is, mindnyájan, a mi testünk kívánságában, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természetünkből adódóan haragnak fiai voltunk. Ez egy kemény szakasz, azt mondja a 3-as vers, 2-3-as vers, hogy az az ember, aki a világ folyása szerint él, és a levegőbeli hatalmasság vagy sokaság fejedelme, megint az a kifejezés, ugyanaz a kifejezés, ne felejtsük, ez Efezus levélben vagyunk, tehát szellemi lényekről beszélünk, nem pedig a polgármesterről vagy a miniszterről. Tehát a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, tehát világos, nem egy, ez egy szellem, aki az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát az emberekben munkálkodik, és ehhez hozzájön az embernek a testének kívánsága és a gondolatoknak az akarata, ami az embert Isten haragjának a fiává teszi. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy a Róma levélben olvassuk azt, hogy Isten haragja nyilvánvaló az embereknek mindenféle gonoszságával szemben, amivel az igazságot feltartóztatják. Tehát magyarán, ha valaki kikerül a világból, és a világ, kérem szépen, a világ az nem a bolygó, meg a bioszféra, meg a kishangya, meg a fána levél, hanem a világ az a rendszer, amit az ember felépített ezeknek a szellemi fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, satöbbiknek az uralma alatt, ha tetszik így mondani. És ez a világ Isten ellenségévé lett. Azért, mert ezek a lények sajnos, azt kell mondjam, hogy bukott lények. És gonosz módon uralkodnak. A Biblia azt írja világosan, hogy amikor a Szent Szellem eljön, akkor meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, és azt mondja, hogy ítélet tekintetében olyan módon, hogy e világnak a fejedelme megítéltetett. Tehát a Biblia beszél arról, hogy ennek a világnak a fejedelme gonosz.
És hát ugye ezt egyszerűen héberül úgy hívjuk, hogy sátán, ha szatánnak hívja az Ószövetségi Szentírás, ami csak annyit jelent, hogy ellenség, diabolosznak írja az Újszövetségi Szentírás, amit általában ördögnek szoktak fordítani, és a diabolosz azt jelenti, hogy ellenbeszélő. Ez egy súlyos kijelentés, de hála Istennek azért azt elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus az, aki a gyülekezetnek a feje, és Jézus Krisztus az, aki végül is a halálával, illetve a feltámadásával ezen szellemi hatalmasságoknak a fölé, tehát ezek szellemi hatalmasságok fölé helyeztetett. Hát ezt olvassuk az Efezus 1-ben. Ezek azok az igék, amik ugye vigasztalásul szolgálnak nekünk itt ebben az egészben. Tehát Efezus 1, 20-tól olvasom, Efezus 1:20-tól olvasom, amelyeket megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Tehát, hogy tudjuk jól, ez egy 2000 éves hitvallása a kereszténységnek, hogy Jézus Krisztus ugye meghal, feltámad, 3 éjjel 3 nap a föld belsejében tartózkodik, ugye ahogy maga Jézus mondja, hogy Jónás tartózkodott a cetnek a gyomrában, ő a föld belsejében fog tartózkodni, de utána feltámad, és ül a hatalmasság jobbjára a mennyben. 21-es vers, tehát Efezus 1:21. Felül minden, és mit gondoltok, mi jön most? Fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és uralságon. Tehát Pál apostol megint felsorolja ezeknek a szellemi lényeknek a rang listáját, ha tetszik így mondani, rangsorát, és az, amivel foglalkozunk folyamatosan végül is, és azt mondja, hogy Jézus felül ezek fölé helyeztetett, tehát még egyszer felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és uraságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következőben is. És Isten mindeneket vetett az ő Krisztus lába alá, és tette őt a gyülekezet számára mindezeknek fejévé. Hát azt mondja az írás, hogy a gyülekezet a Krisztus teste számára ezeknek a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak és erőknek és uraságoknak a fejévé tette. Gyülekezet javára. Nos, ez a bibliai tanítás nagyon leegyszerűsítve és nagyon lerövidítve, ez azt jelenti, hogy ha a gyülekezet megállja a helyét itt ezen a földön, Krisztust követvén és Jézus Krisztusnak engedelmeskedvén, akkor ami híja van a gyülekezet tevékenységének, és amit a gyülekezet nem tud átvinni, lévén földi emberekből áll, és azért nem tudja átvinni, mert ezeknek a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak és ez élet sötétségének, világbíróinak és egyebeknek a kapuit döngeti, ha tetszik mondani, azt Jézus véghez viszi odaföntről. Ezért lett az ő főnökük, ha tetszik így mondani, ő föléjük ezért helyeztetett. Ezért mond Jézus olyanokat, hogyha valamit megköttök a földön, az a mennyben is kötve lészen. Ha valamit megoldotok a földön, az a mennyben is oldva lészen, mondja Jézus Krisztus. Ezért mond olyanokat, hogy én erre a kősziklára építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui se tudják megállítani. Ugye úgy mondja Károli, hogy a pokol kapui se vesznek rajta diadalmat, de ez egy rossz fordítás. A görögből az derül, hogy a pokol kapui se tudják megállítani. A kapuk ugyanis nem harcos felületek, akik harcolnak és diadalmat vesznek, hanem védekező felületek a kapuk, és azt mondja, hogy a gyülekezet az át tud törni a pokol kapuin, nem tudja a gyülekezetet megállítani. Na hát ilyen pozitív igéket szeretnék még egy csomót olvasni, az 1 Péter 3.22-t, például 1 Péter 3.22, 1 Péter 3.22, aki Istennek jobbján van, megint Jézus Krisztusról van szó, aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávetettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Ezt az igét azért gondoltam felolvasni, hát lám-lám, Péter apostol pontosan ugyanazt mondja, mint Pál apostol. Tehát egy tökéletes harmónia van a két apostol között.
a dacára annak, hogyha valaki olvassa a Galata levelet, ugye, hogy feszültség is volt köztük, tehát Pál apostol helyreigazította Péter apostolt, és pedig plénum előtt, a gyülekezet előtt. Péter ezt teljes egészében elfogadta, és teljes egészében elfogadja Pál apostolt, Isten szolgájának, proféta közé helyezi föl. Ő is ugyanezt látja, ő is ugyanezt gondolja arról, amit Pál, hogy Jézus fölé helyeztetett ezek fölé a fickók fölé, ha tetszik így mondani. De nézzünk még igéket. A Kolossé levél, ami az Efezus levélnek a párja, ha tetszik így mondani, Kolossé levélnek a második fejezetében van egy-két ige, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, 18-astól fogom olvasni. Az eddig felolvasott igékből azt lehetett tehát leszűrni, hogy nem kell rettegni, félni ezektől a szellemi hatalmasságoktól, mert Jézus Krisztus föléjük ültettetett. Na most azért még egy igét hadd olvassak föl ezzel kapcsolatban, jó? Gyorsan eszembe jutott. Efezus levél második fejezetében azt mondja az írás, tehát Efezus 2, 4, 5. Efezus 2, 4, 5-ben, hogy az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyet minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenítetett együtt a Krisztussal, és a hatos vers, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Tehát, aki Krisztus Jézusban van, és Krisztusnak engedelmeskedik, ne felejtsük el ugye azt az igét, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát ez az ige egyenesen azt mondja, hogy a gyülekezet a Krisztussal a mennyeiekben egy pozíciót foglal el. A hatalom pozíciójában van. Tehát ezeket az igéket összerakva azt lehet látni, hogy nem kell félni, rettegni ezektől a lényektől, viszont azt is lehet látni, hogy érdekeltségünk ellentétes az övükével, tehát harcunk viszont van velük. Nem kell tőlük megfélemleni, Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, nem kell tőlük megfélemleni, mert föléjük vagyunk helyezve, de egy olyan pozícióban élünk fizikai világot tekintve, hogy bizony, ami minket körülvesz világ, azt ők uralják. Ugye a keresztények sok esetben Istent vádolják azért, hogy a világ milyen rossz, mert nem tudják ezeket az igazságokat. Jézusnak is, az egész ószövetségi szentírásnak is, Pál apostolnak is, Péter apostolnak is, az összes, a Biblia összes tudorának a világos tanítása az, hogy ez a világ nem Isten hatalma alatt van. Pont. Más szellemi lények hatalma alatt van, akik Isten ellen lázadtak fel, és Isten ellen érdekeltek jelen pillanatban is. Ez a világ azért olyan rossz, amilyen rossz. Nem Isten a felelős azért a sok rettenetességért, ami ebben a világban zajlik. Ez a helyzet, ez a tény, és ezt a keresztények túlnyomó része nem tudja sajnos, a világi emberek meg végképp nem tudják. Keresztényeknek egy nagy halom része azt gondolja, hogy ami ebben a világban történik, az mind Isten akarata. Így akarta Isten. Nem, nem, Isten nem így akarta, csak ugye Isten azt tanítja, ott van a mi atyánk például, akit mindenki ismer, és azt mondja Jézus, hogy így imádkozzatok. Jézus nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok el 57-szer, hanem azt mondta, hogy így imádkozzatok. És abban van egy sor. Legyen meg a te akaratod a földön úgy, ahogy a mennyben. Na most kérem, ha ezért imádkozni kell, az azt mutatja, hogy Isten akarata nem úgy van a földön, ahogy a mennyben van, igaz? Különben minek kéne imádkozni érte, hogy úgy legyen? Tehát nagyon sok keresztény ezt rengetegszer elimádkozza, és nem érti, mit beszél. Hát ha minden úgy lenne, hogy Isten akarja, akkor miért kéne imádkozni azért, hogy úgy legyen? De én most arra próbálok rá logikázni, hogy nagyon sok keresztény nem tudja, hogy ami Isten, ami ebben a világban történik, az nem
Isten akarata. Nem mondhatjuk azt, hogy ami történt, az azért történt, mert Isten így akarta. Nem így akarta, csak nem voltak ott azok a keresztények, akiknek imádkozni kellett volna, hogy az történjen, ami Isten akarata. És a Bibliából egyébként tökéletesen kiderül, hogy ez nem csak egy ilyen általános dolog. Hát a Biblia azt mondja, hogy ne legyetek bolondok, hanem bölcsek, és értsétek meg, mi legyen az Úr akarata. Tehát még csak nem is arról szól a Biblia, tehát még csak nem is azt tanítja az ige, hogy imádkozzátok el, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod itt a földön, hogy a mennyben, amen. Hanem pontosan tud mi az. Ne legyetek bolondok, hanem bölcsek, értsétek meg, mi legyen az Úr akarata. A Biblia tanít erről, hogy ezt még csak, még az nagyon specifikus, pontosan kell érte imádkozni, érteni kell, ha nem tudod, és különben is. Honnan tudnám meg, hogy Isten akarata történt, ha nem tudnám előre mi az? Most gondolj csak vele, ha csak azért imádkozom, ó Uram, legyen meg a te akaratod. Ámen. És történik valami. Akkor mondhatom azt, hogy hát ez volt Isten akarata biztos. És a kereszténység 80%-a neked garantálom itt tart. Uram, legyen meg a te akaratod, és aztán ami történik, az onnantól kezdve Isten akarata. Mert nem tudják, hogy a Biblia nem azt tanítja, hogy ezt imádkozz, hanem azt tanítja, hogy tud mi az, és imádkozz azért. És akkor fogod megtudni, amikor megtörtént, amiért imádkoztál, hogy na, most megvan Isten akarata. Ez világosan ki van jelentve. Nagyon-nagyon fontos dolog. Na tehát, menjünk a Kolosséba, eltértünk a témától, de talán nem olyan nagy baj. Menjünk a Kolossé levélbe. A Kolossé levél, azt ugye azt mondtam, hogy az Efezus párja, de olyan értelemben, hogy kicsit más ellen rohan picikét ki. Tudnilik, azok az esszénusok, akik egy nagyon jó csapat lehettek egyébként, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, Qumránot nekik köszönhetjük, valószínűleg az ő könyvtáruk az, amit feltártak Qumránban. Tehát ez a sok információ, és az Ószövetségi Szentírás legkorábbi írásai, legkorábbi feljegyzése, az tőlük származik. És biztonsággal tudhatjuk, hogy a időszámításunk előtt legalább második században. Ami egy óriási dolog, mert ugye a múlt alkalomra, ha emlékeztek, ugye ez alapján lehetett azonosítani, hogy azok az ószövetségi leletek, amiket tudtunk, amit a zsidóság megőrzött, az tényleg hűséges szöveg, vagy nem? Ez az évszázadok alatt fennmaradt, de a időszámításunk szerintből, Qumrán meg előről való, és amikor ugye egyezik a szöveg, akkor megnyughatunk abban, hogy igen, hát Isten igéje az Isten igéje, és valóban stimmelnek a dolgok. Tehát őnekik, ezeknek az embereknek nagyon sokat köszönhetünk, de ugyanakkor voltak, és a mai napig elárulom, vannak olyan személyek, akik tovább mennek az angyalokkal kapcsolatban, mint ameddig menni kellett volna, és ez a Kolossé 2.18-ban fogjuk tudni olvasni. Kolossé 2.18. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásokban, és az angyalok tiszteletében, tisztelésében, amelyeket látott, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfúvalkodván az ő testének értelmével. És nem ragaszkodván a főhöz, akiből az egész test töröm. A többi az most minket nem érdekel. Miről van szó? Mi ez a két mondat, ez mi? Ez azt jelenti, hogy emberek ott akkor, az esszénusok, és a mai napig vannak ilyen hívők, angyalokat tiszteltek. Tudnilik, ugye a görög szöveget kétféleképpen fordítják itt egyébként ebben a 18-as versben, hogy el ne vegye tőletek senki a pálmát. A pálma mi? A győzelemnek a jelképe. Tehát senki a győzelmet el ne vegye tőletek. Kedvét találván a lázatoskodásokban és az angyalok tisztelésében. Vagyis, ha egy keresztény az imádatát és a tiszteletét Jézus Krisztusról angyalokra fordítja, akkor a győzelmi pozíciójából kilépett és vereségeket fog szenvedni. Ezt mondja Pál, hogy elveszi tőled a pálmát. Mondván ugye, nem ragaszkodván a főhöz.
ki a fő, Jézus Krisztus, akiből az egész test kapcsok és kötelek által segedelmet vévén, egybeszerkesztvén növekedik az Isten szerint való növekedése. Tehát az a keresztény tud növekedni, aki Jézus Krisztussal kapcsolatban van. Most ezt ugyanezt el lehet mondani a szentek tiszteletéről is. Vannak emberek, akik nagyon sok szent létezik, úgymond az egyház történetében, a kereszténység történetében, és ezekhez a szenteket tisztelik, és ezekhez a szentekhez imádkoznak. A Biblia ezt sehol nem tanítja. Azt mondja, itt mondja a Biblia, hogy a pálma esik ki a kezükből, ha ezt teszik. Akár angyaloknak, vagy bárki másnak a tiszteletébe esnek, a győzelmet elvesztették. Mert ugye azt mondja az írás, hogy Jézus Krisztus az, aki minket mindenkor győzelemre vezet. Ugye? Tehát Jézus Krisztus győzelemre vezet minket. Ó, igen, de hát Jézus Krisztus csak vezet minket a győzelemre. Az nem biztos, hogy el is megyünk utána. Ugye? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor tudsz a győzelemre eljutni, ha végigmész Jézus Krisztus után. Mert ő oda fog téged vezetni. Kérdés az, hogy végigmész-e. Ugye? Az egyik kisiklási lehetőség az angyalok tisztelete. Itt van a Bibliában, csókolom. Tehát azt mondja, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testi értelmével. Tehát magyarán voltak itt keresztények, akiknek látásaik voltak, látomásaik voltak angyalokról. Na most úgy is fordítják, ahogy Károli, pont ellentétes szenzusban, hogy angyalok tiszteletében, amelyeket nem látott. Most tök mindegy, hogy az illető látott angyalokat, vagy nem látott angyalokat, és azért tiszteli őket, mert nem látta, hanem valaki más látta, vagy azért tiszteli őket, mert ő látta őket. Ugye az újszövetségi szentírásban vannak angyali jelenések. Ugye ezt tudjuk jól. Ott van például Péter apostol, akit angyal hoz ki a börtönből. És rendszeresek ezek az angyali látomások. Péter akkor érti meg, hogy nem látomást lát, amikor kint van az utcán. És az angyal eltávozik tőle, ugye? Péter bennül a börtönben, a gyülekezet könyörög imádkozik, de ismerik ezt az apostolok cselekedetéből, megjelenik az angyal, föllögdösi Péter, Péter ébresztő, kabát, sarú, megyünk. Jó szerivel. Jó, Péter, föl kell, sarú, kabát, megyünk, megnyílnak az ajtók, stb. És Péter egész addig azt hiszi, látomást lát, amíg kint nincs az utcán, és az angyal eltávozik. És akkor hazaszalad a gyülekezetbe. És ugye másnap oltári botrány van, mert hol a rab? Hol a fogoly? Tehát ilyenek vannak a korai gyülekezetben. És ezekből adódik az, hogy elkezdik ezeket az angyalokat tisztelgetni, és azt mondja, hogy ennek az a következménye, hogy nem ragaszkodnak a fejhez a Krisztushoz. Tehát félni sem szabad a gonosz angyaloktól. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a pokol kapui sem tudják megállítani a gyülekezetet, de tisztelni sem, imádni meg aztán végképp nem szabad a jó angyalokat, mert ilyen is van, meg olyan is van. Kérem szépen, a harmadik dolog, amiről beszél a Biblia, hogy ellenük gonosz módon fellépni sem szabad, gonosz dolgokat mondani sem szabad róluk, tehát a 2 Péter 2.10-et fogjuk most felolvasni, tehát hogy utasítást ad a Biblia azzal kapcsolatban, hogy mit engedhet meg maga az ember angyalokkal szemben, és mit nem. Tehát 2 Péter 2.10-ben vagyunk. Azt mondja, főképpen pedig azokat, most ez egy mondat töredék, amit a 9-esnek a végéből értünk meg, hogy a gonoszokat az ítélet napjára büntetésre fenntartani, főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítélete. Na most, ez első hallásra úgy néz ki, minthogyha ezek az emberek embereket szidalmaznának. Ezt leteszem, mert belecsöpjük a felvételbe. De nem erről van szó, hanem itt az első villanása a keresztényeknek, akik nem ismerik ezeket a szellemi alapigazságokat, hogy az angyalok az nem egy egységes rend a mennyben. Tehát nem arról van szó, hogy vannak az emberek, az angyalok, a Jézus és az Isten, és kész.
meg esetleg vannak démonok, meg bukott angyalok. Nem. Nem. Ezek a lények, ezek akikről eddig szó volt, hogy fejedelemségek és hatalmasságok és erők és uraságok és ez élet sötétségének világbírói és a gonoszság szellemei a magasságban, ezek nem angyalok. Ez egy magasabb kategória. Igazából ők az uralkodó kategória. Az angyal, a görög szó, és egyébként a héber malak szó, ugye héberül az angyalok malakim, malak, angolul, görögül pedig angelos, az angyal, mind a kettő azt jelenti, hogy küldött. Ha tetszik így mondani, akkor az az angyal szó, amit mi úgy hívunk, hogy angyal, az egy munkaköri leírás. Tehát nem azt mondja meg, hogy ez a lény micsoda, hanem azt mondja meg, hogy ez a lény mit csinál. És hasonló módon Pál apostol, amikor fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbíróiról beszél, akkor sem azt mondja, hogy ezek micsodák, hanem mit csinálnak. Hát mit csinálnak a fejedelemségek, hatalmasságok, bírók? Uralkodnak, döntéseket hoznak, ítéleteket hoznak valaki fölött. Tehát amikor Péter apostol azt mondja, hogy azok a személyek, akik a hatalmasságokat megvetik, és a méltóságokat káromolni nem rettegnek, azok bajba fognak kerülni Isten előtt. Tehát magyarán ezek ellen a szellemi fejedelemségek és hatalmasságok ellen nem szólunk, ha tetszik így mondani, nem rohanunk ki, nem megyünk ellenük. A Biblia megkülönbözteti azokat a lényeket, akik ellen fel lehet lépni az embereknek, és akik ellen nem lehet fellépni az embereknek. Oké? A Biblia világosan beszél arról, persze mondhatjátok, na hát, hogyha álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek, az egész más, mint szólni ellene, egész más, mint káromolni. Oké? Ez egy nagyon fontos dolog. Nézzük csak meg. Tehát azt mondja, hogy az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, mint mi emberek. Ugye? Van egy elharapózott a kereszténységben egy olyan tanítás, miszerint az angyalok egy alattunk lévő kategória. Abból a gondolatból származik ez a tanítás, hogy szolgáló szellemek ők elküldetvén azoknak a szolgálatára, akik az ígéreteket öröklik, mondja a Biblia az angyalokról. De ebből nem következik az, hogy ők alattunk vannak. Ebből csak az következik, hogy Isten elküldte őket, hogy nekünk, mert ugye mi vagyunk, akik az ígéreteket örököljük, az ugye tiszta. Mert Isten elküldte őket, hogy nekünk szolgáljanak. Számunkra előnyös dolgokat hozzanak létre és csináljanak. Ez nem azt jelenti, hogy ők alattunk vannak. Itt mondja a Biblia, az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, mint mi. És még ennek ellenére sem szólnak az Úr előtt káromló ítéletet azokra a fejedelemségekre, hatalmasságokra, ez élet sötétségének világbíróira, akik az angyalok fölött vannak. Ez egy nagyon érdekes dolog. Ha ennek az igének megvizsgáljuk a párját a Júdás levélben, azt mondja a Júdás 1.9, ugye a Júdás levél, ez nem az a Júdás, aki Jézust elárulta, hogy ő már nem él. Ő meghalt nem sokkal később. Ez egy másik Júdás, akinek ugyanaz a neve. Júdás igazából héberül Júda. Aki látta a Ben Hur filmet, tudja, hogy úgy hívták a fickót, hogy Júda Ben Hur. Ez héberül azt jelenti, hogy Hur fia Júda. Ez a Júdás is Júda. Oké. Okay. Tehát pedig Mihály arkangyal, ugye az arkangyal az a fő angyal, Mihály arkangyal, mikor az ördöggel, a diabolosszal vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra, mármint az ördögre, káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. Tehát látjuk, hogy még egy fő angyal sem szól be a sátánnak. A Biblia, amikor azt mondja, hogy állj ellene az ördögnek, akkor nem azt mondja, hogy káromold. És nem azt mondja, hogy ellene szóljál, ha tetszik, mondja, vagy megítéljed,
hanem azt mondja, hogy állj ellen, eddig Sátán, és nem tovább a Jézus nevében, mert megvan írva, hogy engedelmeskedj Istennek, és állj ellen az ördögnek, és az ördög elfut. Nézd meg, Jézus Krisztus sem káromolta az ördögöt, megmondta az igazságot az embereknek, hogy ő hazug, hazugság atya. Amikor hazugságot szól, önmagából szól. Aztán, amikor ilyet mond Jézus, hogy ő nem egyébért jött, hanem hogy öljön, lopjon, pusztítson, azt mondja, ami a valóság. Nem szól káromlást Jézus senkivel szemben, csak megmondja az igazságot. Oké? Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát azok a, szintén vannak keresztény mozgalmak, most tücök vágok minden keresztényt, aki él és mozog, akik káromolják és ellene mennek ezeknek a fejedelemségeknek, hatalmaságnak, meg megkötözik őket, meg elküldik őket, meg mindent csinálnak velük, bajba fognak kerülni. Bajba fognak kerülni, mert a második ég kapuja előtt követnek el öngyilkosságot, olyannak futnak neki, amiben beletörik a fejük. A Biblia világosan tanít erről, démonoknak lehet parancsolni egy keresztül, azokat ki lehet űzni, el lehet őket zavarni, el lehet őket tüntetni. Jézus Krisztus az, aki uralkodik ezeken. Amikor a keresztény embernek szellemben harca van, akkor az azt jelenti, hogy közbenjárásban van. Szellemben, imádságban, közbenjárásban, virrasztván. És bizonyos dolgokért imádkozván. Ebben tusakodik a keresztény, de nem ezekhez imádkozik, hanem Istenhez. Oké? Ez egy nagyon fontos dolog. Oké, nézzünk egy következő igét a zsidó levélből. Mondtam, hogy ez most már igei dózis lesz, itt most már nem a Bibliáról beszélünk, hanem arról, amit a Biblia tanít. A zsidó levél Jakab levélhez hasonlóan zsidóknak szól, olyan zsidóknak szól, akik keresztény hitre tértek. Ez egy különleges csoportja volt a keresztényeknek, mert nagyon hamar, tehát a jeruzsálemi korai megtérések után, amikor tényleg ilyen 3000-en, 5000-en, tehát ilyen 10000-es gyülekezet alakul ki zsidókból, amikor megtér Cornelius, akkor még nagyobb robbanás történik, és elkezdenek a nem zsidók még jobban, még nagyobb tömegekben megtérni, mint a zsidók. És amikor elérkezünk a Jeruzsálem zsinathoz, ugye, amikor elkezdik el diakónusokat választani, mert az apostolok szorulnak arra rá, hogy kiszolgálják az embereket a gyülekezetben karitatív módon, akkor már egy csomó nem zsidó is van a gyülekezetben, tehát már olyan zsidók is vannak a gyülekezetben, akik nem tudnak héberül. Zsidó származások nem tudnak héberül, de a gyülekezet hamarosan nagyon-nagyon vegyes képet kezd alkotni. Oké? Ez egy fontos dolog. Tehát a zsidóknak, amikor már levelet írnak, és a zsidólevél megszületik, akkor már ők egy olyan kisebb csoport, akivel külön foglalkozni kell. A zsidó hagyományaik miatt külön foglalkozni kell, hogy megértsenek bizonyos dolgokat. Hát ez már a kereszténységnek a harapódzásából adódik. Na nézzük, a zsidólevél egy hosszú részt fog felolvasni, jó 8-as versét. Minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, az utolsó időben szólott nékünk a fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván üle a fennségnek jobbjára a magasságban. Annyival... Bocsánat, biztos, hogy a zsidó 1-8. Igen. Nem 1-8, zsidó 1-1-től 8. Oké? Tehát mondtam, ez egy hosszabb szakasz, zsidó 1-1-től 8. Jó? Tehát ez a 4-es versnél tartunk most. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert kiknek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged, ugye szültelek van a Károliban. Ez a második Zsoltárból egy idézet. És ismét, én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Viszont, mikor behozza az ő elsőszülöttjét, ugye ez a protogenesz, ez nem monogenesz, jó mindenki görögül. Tehát mikor behozza az ő elsőszülöttjét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól ki, az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává, ám de a fiúról így,
a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Tehát látjuk azt, hogy Jézus Krisztus is egy magasabb szintű lény, mint az angyalok, ugye sokkal, hiszen Istennel egy, még akkor is, amikor emberként megszületett, de ami minket érdekel ebben a kontextusban, a négyes vers, hogy Jézus kiválóbb az angyaloknál, kiválóbb nevet örökölt annál. Ez egy nagyon fontos gondolat, a név, amit örököl, ez egy zsidó számára érthető csak. Aki nem tudja, hogy a zsidó az Istent úgy szólítja, hogy Hashem, ami azt jelenti magyarul, hogy a név. Mert nem mondják ki azt, hogy Jahvé, ez el nem hagyja a szájukat. Amikor azt látják, ez a JHV betű hármas ott szerepel a Bibliában, akkor az Úrként olvassák fel, Adonai-nak mondják. Oké? Vagy Hashemnek mondják, ami azt jelenti, hogy a név. Ugye? És amikor azt látjuk, hogy Izrael megy be az ígéret földjére, akkor azt mondja az atya, hogy oké, állj, én nem megyek veletek, mert még bajba kerültök miattam, de küldök én egy angyalt, egy küldöttet, ugye? Egy malakot, aki majd bevisz benneteket, de vigyázzatok, azt mondja, nem bocsátja meg a ti bűneiteket, mert az én nevem van benne. Na most a zsidó számára az azt jelenti, hogy ő olyan, mint én. Ez a Jézus Krisztus. Nagyon érdekes különben, mert ugye a Szent Háromság tanítását a katolikusoknak tulajdonítják. De nem a katolikusoktól származik a Szent Háromság tanítása, ez egy ókori zsidó tanítás, a legkorábbi tanítás a Bibliának. Ha más mondjuk, hogy kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet. A föld pedig kietlen és pusztára lett, és sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek felett, és mondta Isten. Érdekes, már kettő szeméről beszélünk. Isten szelleme ott lebeg a vizek felett, Isten pedig mondja, hogy. Ugye? Aztán ez csak egy egyszerű példa volt. Tele van a Biblia azzal, hogy Istennek van egy úgymond második személye, aki ugyanolyan, mint ő, de ő az, aki megjelenik végig. Amikor a Bibliában, nagyon sokszor, amikor a Bibliában azt olvassuk, úgy szól a Károli, hogy jöve az Istennek igéje ehhez és ehhez. Nagyon csodálatosan. Akkor mindig azt gondoljuk, hogy hát Isten beszéd, eljött és szólt, és hallott valami hangot. De nem, ez szó szerint értendő. Ezt a második szemét úgy hívja az Ószövetségi Szentírás, hogy Istennek igéje, vagy Istennek beszéde. Aki odajött. A kertben, amikor Ádám meghallotta Isten igéjének a hangját, hogy a kertben, akkor nem azt hallotta meg, hogy Isten elkezd beszélni valahonnan, hanem azt hallotta meg, hogy lábnyomokat hall, hogy közeledik Isten igéje. Ugye ezért mondja János, hogy az ige testé lett, és lakozott köztünk, és láttuk az ő dicsőségét. Mint az atya egyszülöttjének dicsőjét, pontosabban különleges szülöttjének a dicsőségét. Régen egyszülöttnek fordítottuk, mert nem tudtuk, hogy a Koin Greekben ez miből származtatik. Tényleg egyszülött, úgymond, ha tetszik így mondani, de az a monogenes szó, az, nem, az azt jelenti, hogy különleges. Ő a különleges, ő vele csak egy van. Olyan, mint az atya. Ugye azt mondta Fülöpnek, Fülöp, ha láttál engem, láttad az atyát. Ugye? Tehát Isten és Jézus Krisztus egy ilyen értelemben. De két külön személy. Oké. Tehát az ő dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása. Tehát Istent tökéletesen képviseli. És az angyalokról is van egy nagyon fontos szó, itt az igében, és pedig a 8-as vers. A te királyi széked, Isten meg nem a 8-as vers, hanem az angyalokról, itt a 7-es vers, hogy az ő angyalait szellemekké teszi, nem szelekké igazából, itt ez héberül, tehát bocsánat, görögül beszélünk, az újszövetségi szentírás, pneuma van ott, és a pneuma azt is jelenti, hogy szellem. Pneumatikáról biztos hallottatok már, a pneumatikus az azt jelenti, hogy légi valami levegővel irányított valami. Levegővel mozgatott, ez a görög szó, szóval a pneuma azt jelenti, hogy szellem. Tehát, így is fordítható úgy is, Károli kevésbé jót fordított, kevésbé jót választott, tehát angyalait szellemekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává.
Tehát Istent szolgálják, ezek a lények, ezek az angyalok, ez nagyon-nagyon fontos dolog, de Jézus Krisztusnak a király széke viszont megmarad örökké, azt mondja az írás. Na nézzük akkor az 1 Péter 1.12-t, és akkor gyakorlatilag tulajdonképpen csak ott tartunk, hogy az előadást bevezettük. 1 Péter 1.12, nem kell megjegyelni, mert gyakorlatilag ezeket az előadásokat addig tartjuk, amíg tetszik. Tehát, hogyha nekünk azt tetszik, hogy 5 alkalom szól az angyalokról és különféle szellemi lényekről, akkor miért ne csináljunk 5-öt, ugye? Nem fogok másfél óránál egy pillanatig se tovább beszélni, de ez a téma érdekes lehet annyira, hogy sokáig is elidőzhetünk fölötte. Tehát az 1 Péter 1.12, elé olvasok megint, a 10-es verstől, hogy érthető legyen a 12-es, jó? Mert nem akarunk kiragadni. Tehát amely üdvösség felől tudakozódtak, nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendeltek. Tehát magyarul mit mond Péter, hogy az Ószövetségi Szentírásban egy csomó proféta megjövendelte azt az időt, hogy Istennek a kegyelmel fog érkezni. Hát, hogyha jó erről gondolkodunk, hogy kitöltöm a szellemet meg minden testre, és ilyen igék jutnak eszünkbe, akkor értjük, miről beszél jó. Miről beszél Péter, bocsánat. Jobb nincs is így. Jóel. Tehát azt mondja, nyomozódván, tehát ezek a proféták, ezek azon gondolkodtak, hogy mikor fog ez bekövetkezni. Hát nem, mi is gondolkodunk erről, nem? Hát vannak kijelentések, most képzeld el, hogy a proféta, amikor kap Istentől egy kijelentést, ő se tudja, hogy ez most micsoda, kapott egy kijelentést, és gondolkodik, hogy kinek szól ez, miről szól ez, mikor fog ez beteljesedni. Nézd meg, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki a Krisztusnak ő bennük lévő szelleme, szintén pneuma, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Tehát ki volt jelentve, hogy Jézus a bizonyos nyomorúságos dolgokon keresztül kell mennie. Akiknek, ezeknek a profétáknak megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálják néktek az evangéliumot. Az egekből küldött Szent Szellem által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni, emiatt a mondatrész miatt jöttünk ide. Jó? Pál szép széles körmondatokban fogalmaz. Péter iszonyatos kompakt módon fogalmaz. Tehát Péter szét kell szedni apróra, és meg kell érteni, miről beszél, mert egy mondatban 120 dolgot mesél el. És Péter nem ütődött, aki össze-vissza beszél, vannak, akik úgy gondolják, hogy érthetetlen, amit mond. Péter nagyon pontosan tudja, miről beszél, csak nagyon tömören fogalmaz. Nézzük meg ezt az egyszem mondatot. Tehát ezeknek a profétáknak megjelentetett, hogy nem maguknak profétálnak, hanem nekünk szolgálnak ezekkel, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot. Tehát azok a személyek, akik így elmentek evangéliumot hirdetni, és a korai megtérések megindultak, azokon keresztül kezd beteljesedni azt, amit az ószövetségi proféták 500 évvel korábban akár hirdettek meg. És ezek a proféták ezt tudták, hogy majd jóval később. Azt mondja, akik prédikálták néktek az evangéliumot, az egekből küldött Szent Szellem által. Ez egy fantasztikus kijelentés, kérem szépen, hogy az Isten szelleme által kell hirdetni az evangéliumot. Tehát ugye miért? Azt mondja máshol az írás, hogy a Szent Szellem győzi meg a világot bűnigazság és ítélet tekintetében. Tehát, hogyha valaki úgy hirdeti az evangéliumot, hogy a Szent Szellem nincs mögötte, azt nem fogják az emberek elhinni. Mert a Szent Szellem győzi meg a világot. Ugye? Azt mondja, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek. Tehát erről a két dologról kell meggyőződni az embernek, és az a Szent Szellem győzi meg, hogy Jézus az Isten fia, aki feltámadt. És ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Tehát akik az evangéliumot hirdették, a Szent Szellem által hirdették, hát honnan tudja Péter, hát ezek az emberek megtértek tudni mi. Pál apostol azt mondja a görögöknek, hogy a görögök számára bolondság,
az evangélium. Tehát fejükkel akarják megérteni. Görögök nem engedték közel magukhoz Isten szellemét, hogy ott belül szerezzenek meggyőződést, de most ebben nem megyünk bele. Lényeg az, hogy azt mondja, hogy az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által prédikálták, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Mibe? Az evangéliumban. Mi miről szól az evangélium? Isten kegyelméről szól. Hogy Isten az embernek kegyelmet nyújt, Isten embernek kegyelmet ad. És ez az a dolog, amit az angyalok nem teljesen értenek. Ha most olvasod a jelenések könyvét, egy igét hadd olvassak nektek föl, amit pontosan nem tudok, hol meg kell keresni, és amit meg is teszek mindjárt. Gyorsan. Jelenések könyvében, jelenések 16-ban látjuk, hogy az angyaloknak és ezeknek a szellemi fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, satöbbiknek, most nem kell megijedni, most zárójelben megjegyzem, hogy nem csak gonosz szellemiségek vannak ebben a világban. Oké? Tehát most egy előre úgy tűnik, hogy az angyalok, akik elküldettek a mi segítségünkre, ugye, azoknak a szolgálatára, akik öröklik majd az ígéreteket, nekünk angyalok szolgálnak, viszont fölöttünk meg fejedelemségek, hatalma, tehát az angyaloknál nagyobbak vannak. De ne felejtsük el, hogy te viszont Jézus Krisztusban ültettettél a mennyekbe. Tehát az ember hatalmi pozícióban van. Egy angyal szolgálati pozícióban van az ember felé. Egy angyal küldött. Ezek a lények pedig uralkodók. És Pál apostol világosan tanítja, hogy az emberrel fogja Isten kicserélni a bukott fejedelemségeket. De látjuk az igéből azt is, hogy ezek között a fejedelemségek, hatalmasságok közt is vannak szentek. Ezeket hívja a Biblia Kadoshimnak, az Ószövetségi Szentírásban. Tehát nem csak bukottak vannak, hanem szentek is vannak. Az Ószövetségben a bukottakat általában vigyázóknak hívja a Biblia, az igazakat, akik nem buktak el, azokat pedig szenteknek hívja az Ószövetségi Szentírás. Nagyon szépen, hál' Istennek, a Dániel könyvének egy része arámiul maradt fenn, ahol ezekre a lényekre még pontosabb kifejezések illenek. Héber az egy picikét nem annyira tiszta, az arámi tisztább, és pont azok a részek arámiul vannak, amik ezeket tisztázzák. Ez fantasztikus, Istennek óriási kegyelme. És tehát hála Istennek nem kell megijedni, ha az Istennek az uralkodó lényei között vannak szentek, akik Istennek az oldalán maradtak, hála az Úrnak. És ez a bizonyos szentek kifejezés alatt, ugye a kereszténység a szentek alatt a szenté avatott embereket érti. Az új szövetségi szentírás szenteknek a keresztényeket hívja, akik Krisztusban vannak. Tehát, hogyha az új szövetségi bibliai terminológiánál maradunk, akkor a szentek azok a gyülekezet tagjai, a keresztény emberek. Mindenki, aki Krisztus hívő, aki Krisztus követője, arról azt mondja a Biblia, hogy szent. Tudnik, a szent szó azt jelenti, hogy Isten számára fenntartott. Ugye megszentelni valamit, oda szentelni valamit, pontosan ezt jelenti. Ugye? A szent edények az Ószövetségi Szentírásban azt jelentették, hogy ezt nem használhatott semmi másra, csak Isten szolgálatára. Oké? Ilyen értelemben tessék tekinteni a szent kifejezést. Aki keresztény, az Isten számára oda szentelte az életét. Jézus Krisztus szentelte meg őt. Jézus Krisztus szentelte őt oda. Ez egy nagyon fontos, mert nyilván az ember önmagát. Oké? De az Ószövetségi Szentírásban a szent kifejezés csak ezekre a szellemi lényekre volt használatos. Emberre sosem mondja az Ószövetség. Az Új Szövetségi Szentírás viszont egyértelműen az emberekről beszél. Tudnilik, azok a lények, akiket az Ószövetségi Szentírás szenteknek, kadoshimnak mond, ugye a kadosh az a szent, és ugye a szentek szentje, ez a kadoshim hakodesh,
héberül, a szentek szentje az a hely volt a templomnak a legbelsejében, most hagyjuk azt azért a Hébert annyira, de a lényeg az, hogy a szentek attól voltak szentek, hogy soha Istentől nem tágítottak. Istennél maradtak, Isten számára dolgoztak egyfolytában. A vigyázók attól lettek vigyázók, majd eljutunk arra a pontra is ebben a tanítássorozatban, hogy Isten kiadta az emberiséget az ő felügyeletük alá. Deuteronomium 32.8-ban olvassuk ezt, tehát 5 Mózes 32.8-ban, hogy az ő felügyeletük alá tette Isten őket, ezért lettek ők vigyázók. Igen ám, csak közben ők megromlottak, és ez okozza az emberiség problémáját. Nagyon egyszer egyébként, ha felteszed most egy kereszténynek a kérdést, hogy miért ilyen gonosz ez a világ, mit fog válaszolni? Mit fog mondani? Általában mit gondolnak, hogy miért ilyen gonosz ez a világ? Azt fogja mondani, hogy hát Ádám elbukott. És az Ádám bukása miatt ilyen gonosz ez a világ. Ha ugyanezt a kérdést föltetted volna Péter apostolnak, vagy Júdás apostolnak, vagy Pál apostolnak, vagy bárkinek a kortársai közül, a válasz nem ilyen egyszerű lett volna. Azt mondta volna, hogy az ember elbukott, aztán Isten kiszolgáltatta az embert szellemi vigyázóknak, akik szintén elbuktak, aztán előtte meg megtörtént az a genezis probléma, hogy az ég angyalai, úgymond az új szövetségi szentírás így fogalmaz, Isten fiai lejöttek és az emberek leányaival óriásokat hoztak létre. Mi baj történt? Oké, tehát figyeljünk, tehát másra hivatkoztak volna, sokkal több mindenre hivatkoztak volna. Tehát amire akarok kiukadni, hogy ugye az angyalok próbálnak, szeretnének betekinteni a kegyelembe, egy angyal egész máshogy tekint Istenre, mint egy ember. Nézd meg, Jelenések 16-ban. Jelenések 16:2-től olvasom 7-ig. Elmenvén azért az első, és kitölti az ő poharát a földre, és támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fene vagy bélyege, és akik imádják annak képét. A másik angyal is kitölti az ő poharát a tengerre, és olyan előtt, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. A harmadik angyal is kitölti az ő poharát a folyóvizekbe, és a vizek forrásai vérre lőnek. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala, igaz vagy, Uram, aki vagy és aki valál, te szent, hogy ezeket ítélted. Mivel, hogy szenteknek és a profétáknak vérét ontották, vért adtál nekik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Ha. Tehát kicsit más a nexus. Nem a kegyelemért folyamodnak, nem az Isten szeretetét látják, hanem az igazságosságát látják. Az angyalok. Ezek a lényeg. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy amit Pétertől idéztünk, ugye, 1 Péter 1.12-ben, hogy az angyalok kívánnak betekinteni a kegyelembe. Mert egy olyan állapotban vagy te, keresztény testvérem, amilyen állapotban angyal soha nem volt, nem lesz. Nem értik. Hogy lehet az, hogy egy lény, aki Isten ellen fellázadt, most kegyelmet kap? És kívánnak betekinteni, mert elfogadják, hogy ez a helyzet, mert hiszen szolgának rendeltettek sok esetben keresztények köré, és ő nekik tetszik ez a dolog, én még vagyok róla győződve, hogy még szívesen szolgálnak is, mert hiszen Isten akaratát teljesítik, és ettől az angyalok szerintem boldogok, de ők vágyják ezt a nexust. Ők vágyják ezt a nexust, és kívánják megérteni, kívánnak beletekinteni abba, hogy milyen kapcsolata van egy keresztény embernek az atyával, mert ugye Jézus Krisztus azért imádkoztak, hogy úgy legyenek egyek, mint ahogy atyám, te meg én. Tehát egy olyan kapcsolatot képzelj el a keresztény ember és Isten között, amilyen kapcsolatot, amiről csak álmodnak az angyalok. Még azok az angyalok is, akik sosem buktak el, és sosem kerültek bajba Isten előtt. Én azt érzem, hogy ennyi elég volt már ebből az előadásból. Mit gondol a kedves hallgatóságom?
Mert egy következő rész jönne, és elkezdeném részletezni az angyaloknak, illetve szellemi fejedelemségeknek a rangjait. És ez egy hosszú zömök tanítás. Egy oldalon vagyunk túl a 16-ból, úgyhogy ebben nem nagyon mennék bele. Úgyhogy ezen a ponton én megköszönöm a hallgatóságnak a figyelmét.